Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Itt vagyunk a Múzeum Kertben, ahol a Pálos emlékév kapcsán fogunk beszélgetni Antal atyával, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök, és köszönöm szépen, hogy itt van velünk. Mit is ünnepelnek idén a Pálos szerzetesek? Boldog Özséb atyának, a rendünk alapítójának a 750. évfordulóját, halálának. Ez nem szokványos, mert általában a szenteknél ugye halál, de a szentté válásnak a napját is jelenti. Nálunk ugye ez a 750-es kerek évszám egyben azt is jelenti, hogy szeretnék visszatekinteni a rendünk kezdeteire, a gyökerekre, ahonnan minden elindult. Nem csak Magyarországra, hanem az egész világra most elterjedt Pálos rendre nézve. Ugye szeretnénk ebben az évben újra fogalmazni a hivatásunkat, Pálos rendnek a karizmáját is, és egyben szeretnénk egy újfajta módon kapcsolódni is a saját környezetünkhöz, hazánkhoz. Persze ez nem valami óriási nagy újdonság, hanem mindig is kapcsolódtunk a magyarsághoz, a magyar hazánkhoz, de kicsit szeretnénk megmutatni a környezetünknek, hogy mennyire fontos számunkra, és hogy itt vagyunk és szolgálunk. Arra kérem akkor, hogy menjünk fel az autóbuszra, hogy ne fújjon szét a szél, és majd fent folytatjuk a beszélgetést, akkor követem önt. Addig is a nézőknek elmondom, hogy ez egy rendtörténeti kiállítást tartalmazó autóbusz. Itt különböző dolgokat tudhatunk meg a pálosokról, illetve hogy hát mi az ő hivatásuk, mi az ő céljuk, mit szeretnének elérni. És már itt már egy kicsi jobb idő van, tehát most már tudunk nyugodtabban beszélni, mert kint nagyon fújt a szél. Mi a hivatása tulajdonképpen a pálosoknak? Én ezt Boldog Özséb személyhez kapcsolnám, hiszen ő az eredeti, aki megélte ezt a karizmát, ezt a hivatást. Boldog Özséb annak idején, még mielőtt remetének ment ki a Pilisi hegyekbe, nagyon szívesen látta maga körül a remetéket, akik a hegyekből, a pilisi erdőkből jöttek le hozzá Esztergomba, és egy vonzódást érzett arra, hogy menjen közéjük. És aztán nagyon sokan keresték fel őt, és úgy írja Gyöngyösi Gergely a krónikában, hogy mindenkinek úgy tűnt, hogy ő volt egyedül az atya. Engem ez nagyon megérintett annak idején, ez a mondat, és később ezt megéli Boldog Özséb a saját közösségében, aztán ahogy telnek az évszázadok, itt 15. századtól kezdve, vagy még korábbra egy kicsit, már kegyhelyeket kap a rend, isteni gondviselés kegyhelyeket ad nekünk, ami egy kicsit tágasabb értelemben ugyanaz a karizma, amit Boldog Özséb megélt, hogy emberek jönnek oda, most már nem csak egy emberhez, az Özséb atyához, hanem egy közösséghez, egy rendházhoz, és lelki megújulásra vágynak. Ez a pálosoknak a hivatása. Közben elmondom a nézőknek, hogy itt a kiállítást látogatják az emberek, tehát hogy önök is láthatják, hogy nagyon nagy az érdeklődés a kiállítás irányt. Mi a cél ezzel tulajdonképpen, ezzel az autóbusszal? Az autóbuszban 8 olyan részre tagolva ismerkedhetnek meg a látogatók a Pálos rendi hivatással, a történelemmel és egyes atyáknak, a most élő legidősebb atyáknak az életével, ahogy ők annak idején még klandesztin pálosokként, vagyis titokban tehettek fogadalmat a 60-as években. Tehát nem egy rendtörténelmet akar bemutatni, ahhoz kicsi lenne ez a tér, hanem inkább ízelítőket ad, betekintést ad az életünknek a több-több részébe, szférájába, és el lehet mélyülni például olyan pálos íróknak, szerzőknek, költőknek az írásaiban, amelyeket a Mistral együttes zenésített meg. Van egy Gregorián ének is, ami ugyancsak meghallgatható, és aztán vannak interaktív
ilyen táblák, ahol képeken, videókon keresztül hozzáférhetünk olyan sokak számára, ugye elérhetetlen, vagy nem is elérhetetlen, de nem ismert helyekhez, mint például a pálos romok szerteszét Magyarországon, amik közül most sokat tárnak föl fiatalok nyaranként, önkéntes módon. Tehát sok minden van, amivel az ember elmélyedhet, és ajánlom, hogy több időt töltsön az ember, ne csak keresztül fussa a kiállítást, hiszen mindegyik állomás a 8 közül olyan, hogy jó pár percet el lehet tölteni. Hová tervezik ezt az autóbusz, hogy hol lesz látható a kiállítás, hogy hová fog elmenni az autóbusz? Az ország egész területén látható lesz a kiállítás. Van ennek egy rögzített útvonala, ami talán még egy kicsit változik, módosul, de egyébként követhető a pálosbusz.hu oldalon minden állomás, és hogy mettől meddig is lesz ott. Kicsit beszéljünk a különböző programokról, amiket itt lehet látni az autóbuszon is. Például a pálos 70 az, ami így, ahányszor pálosokról beszélünk, annyiszor nekem is eszembe jut ez, hogy sose kérdeztem még meg, hogy mi is ez a pálos 70. Ez egy zarándoklat, amely Budapest sziklatemplomtól indul, magyarok nagyasszony a bazilikához, Mária Nostrára. Ez 70 kilométer, ami keresztül megy a Pirisen, és így jut el magyarok nagyasszonya ünnepére oda a bazilikába. Több szakasza is van a zarándoklatnak, amik a pálosokról vannak elnevezve, a szent életű pálosokról, például a Remete Szent Párról, aki még a 3. században élt, Vezér Ferencről, és így tovább. Sok fiatal jön, és nem csak fiatal erre a zarándoklatra. Ez most már mondható talán klasszikus, ebben az évben 10. évfordulóját fogjuk ünnepelni, illetve zarándokolni a Pálos 70-nek. Nagyon sokak által keresett olyan szempontból, talán ami ma a zarándoklatoknak egyik fő szempontja, hogy kiszakadjon az ember a hétköznapok forgatagából és kint a természetben, és zarándok társak közösségében újra rátaláljon saját életének értelmére, lényegére. Ez egy viszonylag hosszú zarándoklat, hiszen 70 kilométert azért nem egy-két óra alatt tesz meg az ember. Ez mennyi időt vesz fel, és kik jelentkeznek rá? Fiatalok, idősebbek? Tehát, hogy kik azok, akik érdeklődnek ez iránt? 2,5 napos zarándoklat egészen pontosan. 2 éjszakai szállás van közben. Hát, hogy kik jelentkeznek, mindenki jöhet, aki bírja a terepet, hiszen ez elég megterhelő túra, mondhatnám, illetve jó, hogy most ez eszembe jutott, mert hogy ez nem csak zarándoklat, hanem teljesítmény túra is. Tehát úgymond 2 fő csapása van, az egyik a vezetett zarándoklat, amely együtt megy mindig, az a 100-150 ember, elmélkedések vannak közben, imádságok, de van a teljesítmény túra része, ahol egyenként kis csapatokban mennek az emberek, és ők egy nap alatt teszik meg az egészet. Ez mikor van? Ez magyarok nagyasszonyához, tehát október 8-ához legközelebb eső hétvégén. A másik, amit tudjuk, hogy önnek szívügye, az a lelki örökbefogadás. Kicsit beszéljünk erről is, hogy tulajdonképpen miről van szó. Mert hogy láttuk, itt a buszon is megjelenik. Fontosnak tartottuk, hogy megjelenjen a buszon is, hiszen 2008-ban a rendünk lelkipásztori feladatai közé vette az életvédelmének ezt a formáját, tehát egy olyan magzatnak a lelki örökbefogadását, akit az abortusz veszély fenyeget. Ez azt jelenti, hogy 9 hónapon keresztül imádkozunk egy olyan magzatért, akit nem ismerünk, csak Isten tudja, hogy hol a világon, hol születik majd meg, kik a szülei. Annyit tudunk róla, hogy veszélyben van, és szükséges érte imádkozni. És ez 9 hónapon keresztül egy 10 rózsafüzér és egy rövid imádság. És talán ehhez még hozzákapcsolhatnám, hogy bármikor lehet elkezdeni, ennek is van egy honlapja, a lelkiadoptálás.hu. Viszont március 25-e Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe mindig az, ahol ünnepélyesen is szoktunk a templomainkban, nem csak pálos templomokban, Magyarországon szerteszét sok felé
ígéretet tenni erre 9 hónapra. Ugye erre is bátorítok sokakat, akik szeretnének. És végül arról is beszélünk, hogy a zarándokvonat indul idén is Csesztohovába, és itt már a bejelentkezés előtt kérdeztem, hogy miért fekete a fekete madonna, és ő azt mondta rá, hogy titok. Hát azért nem olyan nagy titok. A fekete madonna képek, egy képe tulajdonképpen bizánci területről származik, és kb. 14. századból. Eleve az ottani ábrázolások egy kicsit barnább arcot, barnább színű arcokat jelentenek, de hát persze az évszázadok alatt egy kicsit sötétednek ezek a képek, és ezt úgy meg is őrzi most már később a hagyomány fekete madonnaként, tehát a restaurátorok se fehéríthetik ki ezt az arcot. Igen, hát a fekete madonna zarándoklat az innen indul Budapestről, és ez egy vonatos zarándoklat, ami egy hetes, kb. 5 napos, és az idén, ha jól emlékszem, akkor 3 napot töltünk Csesztohovába, és 1-et Krakkóba, de a Missio Tours honlapján eznek is utána lehet nézni. Mit mondana annak, aki sose volt, miért menjen egy ilyen vonatos zarándoklatra el? Hát először is egy közösségi élmény. Most a saját emlékeimre tekintek vissza egy gyorsan. Mikor 700-800 ember együtt megy keresztül például Krakkón, az egy különleges élmény, ami máshoz nem hasonlítható. És különösen azok a szentmisék, amikor igazából ott a magyarság jelenik meg. Ez egy máshoz nem hasonlítható, talán a nagy búcsúkhoz kint Csíksomjon esetleg. Másik, ami fontos, hogy mint ahogy az zarándokhoz hozzátartozik, a végig a vonaton tanúságtételeket, imádságokat, emlékedéseket hallgathatunk, és kiváló lelkivezetők vannak velünk. Az idén is Veres András püspök atya, Tamás József püspök atya és Bátor Botond atya lesznek a lelkivezetők. És hát akkor egy néhány szót arról is ejtsünk, hogy néhány éve, 4 éve Erdélyben is ott vannak a pálosok. Ez milyen élmény önöknek, illetve hogy tulajdonképpen mit jelent, mert tudjuk, hogy a magyar magyar pálosok nincsenek nagyon sokan, és ebből mégis egy részt elengedtek Erdélybe. Hát fontosnak tartottuk, hogy újra legyünk Erdélyben, hiszen voltunk, pálostrend mindig is volt Erdélyben, viszont hozzánk tartozik Erdély, és éppen ezért, ha kevesen is tudnak csak ott lenni ketten, fontos, hogy képviseljék a rendünket az ottani magyarok között. Igazából rábíztuk a gondviselésre, hogy mit akar a Jóisten ebből kihozni. Valahogy mindnyájan úgy, egyszerűen úgy éreztük, hogy ennek ott van a helye és ott van az ideje. Úgy alakultak a körülmények is, hogy volt lehetőség rá. Meghívást is kaptunk. Várjuk, hogy mit hoz ki ebből a Jóisten. Eddig mi a tapasztalat? Hát eddig az, hogy nagyon szép kapcsolatok alakulnak ki a székelyekkel, és hát én egyelőre meg csak 2-szer voltam kint, de jó látni, hogy ott is meggyökerezhet a rend, ahol egy kicsit más a kultúra, és mi magunk is szívhatunk olyat be a saját magunkba, ami itt ismeretlen. Befejezésként hová indul és mikor az autóbusz, tehát legközelebb hol láthatják ezt a kiállítást? Hol érdemes erre figyelni? Még egyszer említem inkább a hivatkozást, ahol megtalálhatják az útvonalat, de én úgy sejtem, hogy Győr lesz a következő állomás. És aztán Erdélyben is, ott lesz Hargita fürdőn is. Ezt én viszont tudom. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Önöknek is köszönjük a figyelmet. Még itt van 1-2 napig, ha jól tudom, a pálos busz a múzeumkertben. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hiszen nagyon sok érdekes olvasni, hallgatni és látni való van rajta. A szó a stúdióé.